polgári engedetlenség. A BLG után a Péterfi is csatlakozott. Parkolni? De hova? A Deák tér környékén is állandó problémát jelent a parkolóhelyek hiánya. Játék az életért. Szénmonoxid érzékelőket nyerhetnek a Kanizsa Médiaház játékában. Jó estét kívánok, Mikó Barát György vagyok. Ez a Kanizsa TV iradója március 4-én, pénteken. Jönnek a részletek. Megbírságolt 4 jelölő szervezetet a Választási Bizottság. Az érintett pártok képviselői ugyanis nem hozták vissza a megadott határidőig az ajánlóíveket. Február 26-a 16 óra volt a határidő az ívek leadására. Dokumentumonként 1000 forintnyi bírságot kell befizetnie az érintetteknek. Így a Választási Bizottság tagjai a péntek reggeli ülésen elfogadták, hogy a Megoldás Mozgalomnak 7, a Mi Hazánk Mozgalomnak 8, a Kétfarkúaknak 6, míg a Munkáspártnak 3000 forintos büntetést szabnak ki. A Megoldás Mozgalom 7 darab ajánlóívet nem adott le, ezért 7000 forint. A Mi Hazánk Mozgalom 8 darab ajánlóív elmulasztását, illetve nem adta le, ezért 8000 forintra, a Magyar Kétfarkú Kutyapárk 6 darabot, ezért 6000 forint bírságot, valamint a Magyar Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom pedig 3000 forint bírságot kapott, mert 3 ajánlóívet határidőre nem adott le. Eltűnt a Batthyány Lajos Gimnázium Facebook oldaláról az engedetlenségi akcióról megosztott fotó és a pedagógusok közleménye. Szerdán 27 tanár csatlakozott az országos mozgalomhoz. Még aznap ki is került az intézmény profiljára a felhívás, de pár órával később leszették. Úgy tudjuk, nagy felháborodás fogadta ezt a lépést a tanári karban. Ez a tartalom jelenleg nem érhető el. Ez a felirat látható azokon a profilokon, amelyeken megosztották a szerdai esemény bejegyzését. Pár órát volt kinn a poszt, de ez alatt az idő alatt futótűzként terjedt, rengetegen lájkolták az egykori és a jelenlegi diákok közül is. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a gimnáziumot, amennyiben választ kapunk a levelünkre, azt is közzétesszük. Érdekesség, hogy a miniszterelnök egykori iskolája, a Teleki Blanka Gimnázium is csatlakozott a kormányrendelet elleni fellépéshez február 23-án. A kiállásról készült fotók azóta is megtalálhatók az intézmény közösségi oldalán. 17 pedagógus, tehát több mint a tantestület fele csatlakozott a tanári polgári engedetlenségi mozgalomhoz ma a Péterfi Sándor általános iskolában. A résztvevők a demonstrációval egy időben reggel 8 órától délig gyűjtést is szerveztek az ukrán menekültek számára az oktatási intézmény előtt. Nem könnyű nem bemenni tanítani. Így fogalmazott Jakab Andrea a polgári engedetlenségi megmozdulásról. A Péterfi iskola tanítója szerint ők a szerencsésebbek közé tartoznak, hiszen több fiatal pedagógus is dolgozik a tanári karban. Úgy gondolják, hogy a pedagógusok utolsó érdekérvényesítési módja a sztrájk lenne, de a február 11-én született rendelet ellehetetleníti, sőt láthatatlanná teszi a tanárok törekvéseit. Hogy ne legyünk láthatatlanok. Ezért veszünk részt tulajdonképpen egy szabálytalan akcióban, ebben a polgári engedetlenségben, ami Budapesten egy gimnáziumból indult, és most már több mint 300 intézmény az országban, és több ezer kolléga döntött úgy, hogy hát fel kell emelnünk a fejünket. Mivel nevelési és oktatási tevékenységet nem végeztek, de hasznosan szerették volna tölteni az időt, ezért döntöttek úgy, hogy a mozgalomhoz csatlakozó munkatársak segélyt gyűjtenek az ukrán rászorulóknak. A szülők már korán reggel rengeteg ruhát, tisztálkodószert és ételt ajánlottak fel. Miután a tankerület gyűjtési, adománygyűjtési akciójához csatlakozott az iskolánk az Ukrajnából a háború elől menekültek számára, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az időszakot, amit mi polgári engedetlenkedéssel vagy polgári engedetlenséggel töltünk, arra használjuk fel, hogy itt a helyszínen az iskola előtt gyűjtjük az adományokat. A polgári engedetlenséghez információink szerint hétfőn a Kőrösi iskola pedagógusai is csatlakoznak. Ki lehetne rakni már reggel a megtelt táblát, annyira zsúfolt a parkoló a Deák tér környékén élők és dolgozók szerint. Sokan panaszkodtak arra is a riporterünknek, hogy munkaidő alatt egyenesen lehetetlen megállni az érintett területen.
Városszerte nagy problémát jelent az autósoknak megfelelő parkolóhelyet találni. Nagykanizsa egyik legforgalmasabb környékének a DeFerenc tér számít, ahol könyvesbolt, telekommunikációs szolgáltatóközpont és gyors étterem található, ráadásul az egyik bank is a közelben van. A lakosok szerint azonban a kihasználtság nincs egyenes arányban a parkolóhelyek számával. Én most eljöttem ide az OTP bankba, ügyintézni, kérem szépen, majdnem egy kilométert a művelési házhoz fel kellett mennem, fájnak a lábaim is, de ugyanannyiba kerül, mint hogyha itt parkolnék az OTP-vel szemben. A környéken dolgozókat is érinti a zsúfolt tér, ráadásul a parkolóhelyet kereső, feldühödött autósok dudálása és szóváltásai gyakran zavarják őket a munkában. Néhányuknak létfontosságú lenne, hogy a munkahelyük közelében tudjanak megállni, ugyanis az egyik helyi bolt alkalmazottai és vásárlói között is több mozgáskorlátozott van. A számukra fenntartott egyetlen parkolót viszont folyamatosan elfoglalják. Megváltozott munkaképességi dolgozók vagyunk, és van olyan munkatársunk, aki kerekesszékkel közlekedik, és itt legalábbis a lenti részen nem találni mozgássérült parkolót, vagy mozgáskorlátozott parkolót. Úgyhogy volt olyan, hogy a munkatársunk nem tudott beszállni az autóba, mert úgy ráálltak, úgyhogy van egy ilyen parkolási kultúrán is kéne változtatni. A környékbeliek szerint a parkoló zsúfoltságát a kis terület mellett a szabálytalanul beálló autósok is okozzák. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Játék az életért. Szénmonoxid érzékelőket nyerhetnek a Kanizsa Médiaház játékában. Bemutatkozott az új tréner, a szertár vendége volt Szárovszky Zsolt, a Plastex Kanizsa Kajakkenu Klub vezetőedzője. Kihirdették az Én Mesém című rajzpályázat győzteseit csütörtökön a Bolyai Iskola galériájában. Az intézmény pályázatára nagy csoportos ovisok alkotásait várták, végül a beérkező 60 képből a legjobb 11-et díjazták. A kicsiknek kedvenc mesehősüket kellett lerajzolniuk, az alkotásokat az iskola pedagógusai értékelték. A kiállított darabok között megtalálható a Csillagszemű juhász, Süső a sárkány, de Vajas Pánko is ott van a kiválasztottak sorában. Iskolánk Sulivárok rendezvényének egy záró akkordja a mai délután. Ez a színes ceruzák rajzpályázat, amit a nagy csoportos ovisok körében hirdettünk meg. A pályázati felhívás szerint a gyerekek a legkedvesebb meséjüket, vagy egy általuk kitalált mese részletét ábrázolják tetszőleges technikával, és ezért volt az egész rajzpályázatnak, színes ceruzák pályázatnak a címe az Én Mesém. Tóth Bernadett kislánya, Sárika örömmel készült a versenyre, hiszen nagyon szereti a meséket, az olvasást és rajzolni is imád. A kertvárosi óvodával jöttünk, és a vezető óvónő Nagy Bernadetta az óvónéni, ő készítette fel Sárikát és Pirbus Henrietta óvónő. Nagyon szeretik a gyerekek a meseolvasást, a rajzolást, és akkor így kiélhették végre magukat a gyerekek. A Zöld Pétert és a Három Kívánságot rajzolta le Sárika, de pont ez nagyon jó volt, mert esténként ezt szoktam nekik olvasni, úgyhogy nagy öröm volt, hogy ezt le is tudta rajzolni. A legjobban sikerült rajzok nyerteseit ajándékcsomaggal jutalmazták. Két darab szénmonoxid érzékelőt sorsol ki a Kanizsa Médiaház az olvasói és a nézői között március 8-án kedden. A Kanizsa újság február 25-én megjelent számában indítottuk el a nyereményjátékot, és a nagy érdeklődése való tekintettel az Alamegyék Katasztrófavédelmi Igazgatóság az első készülék mellé még egyet felajánlott a kanizsaiaknak. 2021-ben Zala megyében több mint 50 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxiddal összefüggésben. Az esetek 99%-ában a jelzőszerkezet hívta fel az emberek figyelmét a problémára. Az idejekorán hangos akusztikus jellel jelzi a problémát, és akkor, amikor még cselekedni lehet. Ugye köztudott, hogy a szénmonoxid a lakás légkörébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerül. Ugye úgy is szoktuk emlegetni, hogy gyakorlatilag a szénmonoxid az a tökéletlen égés mellékterméke. Ha valahol nem működik megfelelően a kémény, vagy mondjuk maga az a berendezés, amivel fűtünk, akkor azért könnyen előfordulhat az,
hogy visszakerül a lakásség terébe ez a mérgező gáz. A katasztrófavédelem szakemberei azt tanácsolják, hogy mindenképpen érdemes egy vagy akár több ilyen érzékelőt beszerezni a háztartásokba. A nyereményjátékunk során két darab jó minőségű készüléket sorsolunk ki. Itt a kezemben látható az a szénmonoxid jelző készülék, amit a Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak köszönhetően megnyerhetnek a az olvasóink, illetve a nézőink is most már. Az előző Kanizsa újság számában megjelent ezzel a témával kapcsolatban három kérdés. Akik erre helyesen válaszolnak, és a megadott címre elküldik ezeket a válaszokat, közülük fogjuk kisorsolni ezt a készüléket, sőt, ebből két darabot, úgyhogy még a jövő hétig, a megadott időpontig várjuk a helyes válaszokat. Annak, aki részt szeretne venni a játékon, március 7-én éjfélig van lehetősége elküldeni a válaszokat a kapcsolatkukac@kanizsamediaház.hu e-mail címre. Jelentősen megélénkült az utazási kedve a kanizsaiaknak az utóbbi hetekben az egyik helyi utazási iroda munkatársai szerint. Mint ismert, a különböző országokban folyamatosan enyhülnek a beutazási szabályok, de a szakemberek szerint a tavaszias időjárásnak is köszönhető, hogy az emberek szívesen kimozdulnának otthonról. A turizmusban dolgozók idén-nyáron már a 2019-es szezonhoz hasonló érdeklődésre számítanak. A szomszédos Horvátországba egyelőre nem változtattak, csak érvényes digitális COVID-igazolvány felmutatásával korlátozásmentes és szabad a beutazás, mondta el Kósz Attila horvát konzul. A kártyának igazolnia kell a teljes beoltottságot vagy a betegségen való átesettséget az utazást megelőző 9 hónapon, azaz 270 napon belül. Az oltatlanok a jelenlegi szabályok szerint 24 órán belüli antigén gyors teszttel vagy 72 órán belüli PCR teszttel mehetnek az országba. Sokan utaznak, tehát azért most már kezd jobb idő lenni, nagyon sokan utaznak Opatia részbe, de mennek sokan Dalmáciába, ingatlanok is vannak meg. Az emberek szeretnek kirándulni, tehát mennek sokan, és még azt szeretném elmondani, hogy regisztrálni is kell, tehát regisztráció is szükséges, ott kell tudni a horvátországi pontos úticélt, ezt meg lehet előtte is csinálni interneten, vagy pedig a határátkelő helyen. Már a nyári hónapokra érkeznek a foglalások ennél a kanizsai utazási irodánál. Tulezi Anikó tulajdonos elmondta, a legnépszerűbbek a családi utak, ezek többsége pedig a közeli országokat célozza meg. Elsősorban Horvátország, Olaszország, Szlovénia, ami könnyen elérhető, illetve a repülésutak is nagyon népszerűek lettek, ugyanis egy előfoglalási kedvezménnyel egy mondjuk törökországi ötcsillagos szinte luxus szállodába egy négytagú család majdnem annyiért tud, illetve olcsóbban el tud utazni, mint mondjuk egy horvátországi hasonló felszereltségű hotelbe. A szakértőktől megtudtuk, hogy az internetes foglalásokkal szemben egyre többen személyesen kérnek tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hol érdemes pihenni. Először is nagyon fontos a személyes kontaktus, tehát bizalmat ad az utasoknak. Másrészt ismerjük a piacot, a magyar piacot, nagyon sok túroperátorral dolgozunk, és tudjuk a különböző kedvezményeket, ismerjük a szállodáikat, az árualapokat, nagyon sok szállodát láttunk személyesen, és ezeket a tapasztalatokat el tudjuk mondani az utasainknak. Különböző kedvezményeket is tudjuk, hogy melyik túroperátornál milyen kedvezmények vannak. Az orosz-ukrán háború kitörése óta ugyan néhányan érdeklődtek az utazási irodában a helyzetről, de a kanizsaiak foglalási kedvét egyelőre nem befolyásolta jelentősen a kialakult konfliktus. Dél-Afrikában folytatja a felkészülését Kuruc Levente. A Plastex Kanizsa Kajakkenu Klub növendéke néhány hete már az Egyesület új vezetőedzőjével, Szárdavszki Zsolttal készül. A fiatal talentum tavaly remek évet zárt, aminek köszönhetően őt választották meg 2021 legjobb utánpótlás férfi kajakosának. Az idei cél a felnőtt mezőnybe való betörés lesz. Sportmagazinunk vendége volt a Hawaii-ról hazatérő Szárdavszki Zsolt. A teljes beszélgetés Szertár című YouTube csatornánkon már elérhető. A szakvezető kiemelte, azonnal megvolt a közös hang közte és Kuruc Levente között, hiszen mindketten hisznek a kommunikáció fontosságában. A versenyzőként VB ezüstérmes, trénerként pedig már egy olimpiai bajnokot is trenírozó sportember szerint
A sportágat övező kanizsai összefogás és a csónakázótó adta lehetőségek megfelelő alapot adnak ahhoz, hogy a helyi fiatalok világviszonylatban is komoly sikereket érjenek el. Kuruc Leventével a közös céljuk pedig egyértelműen az, hogy a háromszoros korosztályos EB győztes ott legyen a párizsi olimpián. Mindenképp alapjába az egyesülettel a párizsi olimpiát nézzük. Tehát arra szeretnénk nem csak vele, de a versenyzőkkel koncentrálni. És hát van ugye ahhoz 2,5 év, az neki elég lehet ahhoz, hogy én nem azt mondom, hogy az lesz a csúcs, de elérhet arra a kategóriára, hogy oda tud csapni rendesen. Miradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Polgári engedetlenség. A BLG után a Péterfi is csatlakozott. Parkolni? De hova? A Deák tér környékén is állandó problémát jelent a parkolóhelyek hiánya. Játék az életért. Szénmonoxid érzékelőket nyerhetnek a Kanizsa Médiaház játékában. Ez volt a Kanizsa TV iradója március 4-én pénteken. Híreinket megtalálják a honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen a 19 órás hírblokk után jön sportmagazinunk, a Szertár, velem. Köszönöm a figyelmüket, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!